Rövid nyári szünet után ismét jelentkezünk Pirisi szemlével, hiszen bár kicsit kevesebb volt ugyan a rendezvény az elmúlt időszakban, azért mostanra ismét beindult az élet a környéken. Nézzük, mivel is készültünk ezen a héten, a tartalomból röviden. Városi futóverseny a vörösvári napokon. Augusztus 20-án adták át a legszebb kertverseny elismeréseit Pirisi Csabán. A 750-es évfordulóhoz kapcsolódott a kenyérszentelés is Solymáron. Három oldalú megállapodást írt alá Pirisi Szent Iván önkormányzata. Összefoglaló a vörösvári képviselőtestület legutóbbi üléséről. Lesznek hírek és ajánlunk programokat, tartsanak velünk ezen a héten is! Majd mindent megbocsát.